Hogy megtalálták a Szent Balázs templom alapfalait, ez várostörténeti jelentőséggel bír. A templom, amely inkább egy nagyobb kápolna, gótikus stílusban épült még a 15. században. Szent Kereszt, tehát a kétornyú templom építése előtt a Kossuth téren állt egy templom. Az a templom, amelyeket a református közösség vette birtokába 1608 körüli érkezésekor, onnan először 1671-ben, majd később a katolikusok, tehát a földesúrnak köszönhetően a katolikusok kitették, és majd utána a katolikusok használták. Azonban az, hogy ez a templom hol volt, hogyan nézett ki, erről semmilyen információnk nem volt, csupán 1742-ből ismert egy kanonika vizitáció, tehát amikor egy győri esperes, főesperes, tehát a komáromi főesperes általában ellátogat és leírja azt, hogy mit lát, ez a néhány sor maradt fenn az utókor számára. Ennek köszönhetően Mól Adolf, tatai plébános a 20. század elején egy hatalmas háromhajós templomot álmodott meg a térre. Ugye az 1742-es vizitáció három oltárról beszél, és ebből született meg a háromhajós templom. De ehhez képest mi egy elég szűk épületet találtunk. Ez a templom, ez háromhajósnak semmiképpen sem mondható, de önmagában sem tekinthető óriási méretűnek. Maguk a régészeti leletanyagok viszont egyértelművé teszik, hogy ezt a gótika idején, valamikor a 15. században építették, és még a középkorban volt egy kiegészítése ennek az épületnek, amikor is toronnyal látták el, és ezt a tornyot megtámasztották támpillérekkel és különböző kisebb helyiségekkel. A mostani régészeti ásatások alapján kiderült, hogy a templomot a középkorban nem kezelték plébánia templomként, nem temetkeztek mellé. Egyházjogi besorolásában inkább kápolnának felel meg. 15. század közepén vannak adataink arról, hogy Tatán volt egy Szűz Mária kápolna. Ez a kápolna lehet az a kápolna, amit mi találtunk. A 17. századról pedig vannak olyan adataink, amelyek Mátyásnak tulajdonítanak egy Mária oltár építést, valószínűleg ez az időszak az, ami ennek a templomnak a kibővítését jelzi. Tehát azért azt lehet látni, hogy a 17. századi hagyomány sem volt pontos, mert nem Mátyás építette a templomot, hanem ez valamikor Zsigmond alatt született meg a város közösségének igényeinek kiszolgálására. Magát a templomot a reformátusok veszik újra birtokukba a 15 éves háborút követően, tehát az 1600-as évek elején. Az ő építkezéseiket sajnos nem tudtuk megfigyelni, viszont a katolikusok, amikor 1671-ben birtokukba veszik, akkor jelentős alakításokat kezdeményeznek az épületen. Vagy ebben az időszakban, vagy a 18. század elején jelentősen átalakítják a barokk korban a szentély kialakítását, a sekrestjét, amely északról csatlakozott az épülethez. Ezek az átalakítások azonban elpusztítottak minden olyan korábbi átalakítást, ami számunkra fontos információt hordozhatott volna. A templomot az 1770-es évekig használták, addig, amíg a nagy templom alkalmassá nem vált a misézésre. Ekkor a Balázs templomot alapjáig bontották, köveit más építkezéseknél használták fel. A jelen ásatások során azonban egy érdekes töredék is előkerült. Mi nem a templomhoz kötődik, hanem templom után felépített Mária Immaculata szoborhoz. Az a Mária szobornak a jobb keze, amelyiket valamikor kiegészítés során az építők a régi darabot azt eldobták, és így az ásatás során a felső rétegekben előkerült. Ez láthatóan a Máriának a jobb keze, ugye a hüvelykujját látjuk itt pedig azt a megoldást látjuk, ahogy rögzítették ezt a szoborhoz. Elég meglepő lelet volt, azért nem szokásunk barokk szobrokat találni ásatáson.